A legutóbbi fordulóban a Debrecen elleni 1-0-ás győzelemmel 4 nyeretlen mérkőzést követően gazdagodott ismét 3 ponttal a kisvárdai futballcsapat. A siker egyben azt is jelentette, hogy Erős Gábor együttese a már bajnok Ferencváros mögé fellépett a tabella második helyére. Igaz, a Várda csak jobb gólkülönbséggel előzi meg a Puskás Akadémiát, így ahhoz, hogy a pozícióját biztosan tartani tudja, a Honvéd otthonában is meg kell szereznie a 3 pontot. A Honvéd ellen is egy nagyon nehéz kielezett mérkőzésre számítok, bár az én szememben már a Honvéd benn maradt, hiszen nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az MTK-s egy Ilmot ezt a különbséget le tudja dolgozni, de még matematikai esély van rá, értelemszerűen senkit sem szabad leírni. A mi célunk az, hogy megtartsuk ezt a második helyet, az ő célunk pedig biztos az, hogy a középmezőnyhöz zárkozzanak, és tényleg az utolsó pár forduló már ne azzal kellene foglalkozniuk, hogy még a kiesés szellel fenyegeti őket, de az minket kevésbé érdekel egyébként, hogy a Honvéd milyen célokkal vág neki. Mi szeretnénk elérni a sajátjainkat, természetesen nagyon tiszteljük az ellenfelet, hiszen egy nagy múltú és egy komoly klubról van szó, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy a mi csapatunk jobb, jelen pillanatban még egyszer mondom, és úgy utazunk a Honvéd otthonában, hogy szeretnénk őket egy kicsit meglepni, és elhozni tőlük a 3 pontot. Mint a vezetőedző elmondta, a bajnokság hajrájában valamennyi játékosára számíthat, ami megkönnyíti a szakmai stáb helyzetét a hátralévő 4 mérkőzés előtt. Jelen pillanatban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy bármennyire is fura, mi így a bajnokság végére vagyunk, abban a szituációban van a helyzetben, hogy mindenki a rendelkezésünkre áll, szerencsére nincs betegünk, nincs eltiltottunk, nincs sérült játékosunk, Zombó Dávid is felépült szerencsére a sérüléséből, tehát mi most abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy egy nagyon jó versenyhelyzet alakult ki a csapatban, és fogunk tudni frissíteni is, ami megint nagyon fontos, hiszen 3 mérkőzés jön sorozatban, szombat, csütörtök és vasárnap, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy minél hosszabb legyen a kispad, és tudjuk megfelelően rotálni a játékosokat. A Budapest Honvéd Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Bozsik Arénában. A forduló további párosítása a következő: Paks Ferencváros, Puskás Akadémia Mezőkövesd, Debrecen Molfehérvár FC, Zalaegerszeg MTK Budapest és Újpest Gyirmót.